A rétesbe is kiváló a tüskéstök, de szép termést hozott délzalában idén a káki szilva is. Bekerülnek már a napokban a ládákba a mediterrán növények termései, amelyek egyre népszerűbbek a környékünkön. A klímaváltozás lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségben termeljenek az emberek akár citromot, kákiszilvát vagy éppen tüskéstököt. Gyenese Endréni a természet szerelmese, és a különlegességeket is preferálja. A legtöbb növényt magról neveli. A tüskéstők Mexikóból származik egy ismerősem által, a fia jártot hozott az anyukának, és ő meg elültette és utána baráti társaságoknak elosztogatta rámentünk az internetre Elolvastuk, hogy hogy kell termeszteni. Gyenes Andréné kertjében még mindig terem a tüskéstök, mint az a felvételeinken is látszik, nem lehet szabadon hagyni, fel kell futtatni fára vagy támrendszerre. Salátákba, vagy rántani, akár rétesbe is kiváló, tette hozzá Marika. A káki szilva egy fáról, több ládával termett idén a birtokon, de a citromfa még ontja a gyümölcsét télen virágzik a citrom. Folyamatosan virágzik, de tulajdonképpen télen elkezdi hozni a bimbóit, és nyáron, ahogy látjuk, nyár érik be, az a sok termés, de ha nem jó körülmények között van, nem kap elegendő nedvességet, túl meleg helyen van, tehát lehullatja a levelét, és akkor már eleve nem tud fejlődni a termése, a harmadik nagy baj, hogy nem kap elég öntözést, nincs elég nagy cserébe. Gyenes Endréni azt mondta, a mediterrán növények termesztéséhez sokat kell tanulni. Ő az internet segítségével tette ezt meg, de hangsúlyozta, a természet a növények szeretete nélkül semmi sem sikerülhet.